Jó reggel. Napot. Még ki kell futnom Nagykerbe, így kezdődik a mai reggel. Több dolgért. 9:50, hogy nem, baromira nem volt már kedvem elindulni, de muszáj, mert megígértem. Csak kicsit tovább aludtam kelleténél. Ez a macskának köszönhető, mert fölkeltem volna én 8-kor, ha ő nem ébresz fel már 6 órakor. És utána nem alszom vissza nehezen. De ez van. Úgyhogy most irány a Nagykerbe, aztán dolgozni. Amit sose fognak föl, hogy nem itt kell megállni az autóval. Abból a nagy kockából nem lát ki onnan. Én addig nem megyek el, ami nem megy el az útról, az biztos. És elindultam melózni. Bár még olyan van, hogy bejelentkezem, elmúlt 11, de ügyeztem. Napról napra történik valami. És most? Befér? Be. Komolyan, imádom ezt. Imádom ezt. Meg is jött az első cím, a legrosszabbkor. De megvan, Vogzira. Legalább jó helyen vagyok. Menj már, Fater. És meg vagyok élve. Na ide leülök, amíg várakozom, de az a humor, srácok, képzeljétek el, hogy innen a Csengeri utca 66-ba kell vinnem. Tök jó. Nem a sarkomban. Kész lett. Hello! Felvettem az ételt, és van 20 percem kivinni Csengeri utca 66-ba. Körutazni fogok, mert hát az a legjobb. Még akkor is egy kicsit kerülő. De semmi kedvem nincs másfele menni, bár úgyis azt fogja mondani, hogy menjek az Andrássy felé. Nem, körutat mondja, az egy gyorsabb, jó. Én is így gondoltam. Na, ez timelapse lesz. Megjöttem, ha ez nem B-kapu. Már pedig nem az. Így van, megjöttem. Nyilván, lift az itt sincs.
Leraktam az első címet, és itt a második. Persze, hogy a legjobbkor. Dóza móza, hová kell elvinnem? Remélem ezt is a világ végre. Persze, most meg vigyem vissza a Rádai 15-be. Elvileg a Csengerin át tudok menni. Nem biztos, hogy ugyanúszom, hogy csak errefele lehet, arra nem. De mindig büdös kábelszak van. Fúj, ez mérgező. Elvileg át mehetek. Nem. Csak bringás mehetne át. És az se. Záróvonal, tehát kerülök. Nagyszerű. Sziasztok! Megvan az étel, és mehetek vele a Rádai 17-be. Ez olyan szép, nem? Átadtam a második címet 12:26-kor. Megjött a harmadik címem, ismét a boxzila. Köközbe pont eszem. Nagyon jó idő van. És akciós a Csabi. Az Aldiban. Na, itt vagyok. Na, ezt is átvettük. Jaj. Étel átvettem, és irány a nap utca 30. Vagyis megint ki a körútra, be a Práterre, nem, Kinizsi, Hüllői, körút, Práter. Remélem kijutok ezen a zöldön, mert ennyi autónál ez lehetetlen szokott lenni. Hát talán. Érzedek? Ezeket is miért nem büntetik meg, hogy parkolva? Tudom le, hogy miért jött. Megérkeztem. Itt biztos lesz lift. Hello! Végre egy lift. Nem kell gyalogolászni több emeletet. Jó kövér vagyok. Most már elkezdtem 3 nappal ezelőtt a plankot, meg megint a hasprést. Be volt durva, úgyhogy ma kezdhetem újra.
Nagyon fájt itt a két bordámnál, de ma megint megcsinálok egy másfél percet, meg némennyi hasprést. Na, miért nem nyitja az ajtót? Átadtam az ételt, ez volt a harmadik. Ismételtem egy kapkodós nap. Ugye ez ott nem egy bogár. Megjött a negyedik, mert nyilván én vagyok hozzá legközelebb, Bangla büfé. És vigyem el utána, nem is tudom hova. Néztem, de most nem jut eszembe, mindjárt mondom. Isabella 11-ben. Na mondom, egy pillanatra megállok, amiatt elindulok, és pont akkor kaptam még egy címet, képzeljétek el, úgyhogy most már kettőt viszek. A másik az a pizza preferita, de az pedig a Ne felejts utca 15-ben. No, ott a Bangla. Na, visszakerült a szép király. Remélem kész is van a kaja, mert mennék tovább. Na, ezt átvettem, és most már gyalogom lefelé, csak nem tudtam bekapcsolni a kamerát a pizza preferitához. Sajnos itt tököltek, remélem nem lesz ebből problémám. És ez pedig az első Isabella utcában, a másik Ne felejts utca 15-ben. Még ez szép kör lesz. Sziasztok! Sziasztok! Ez is megvan. Hát a veselényi nem tudok menni, egyen meg a szíveteket. Ezt hogy gondoltátok? Az egy irányú. Egyszerre hány bringával tudsz menni? Én szóltam előre, hogy ez lesz. Én ezeket azért utálom, hogy jó, az acél, az a fajta acél nem jó. Jaj. Jó idő van. Amúgy. Az mindjárt így is pirosra vált. Mondtam. Csávókám nem előre néz, hanem lefele így tartja a mobilt a kezében, és azt nézi, hogy autóülésben. Bolond ez? Most is. Oda azt nyomkodja. Így jött végig mellettem. Azt hittem egy ilyen lejjebb van. Valamiért. De megjöttem az első kajával. Hová viszem? Na, menjünk! Na, átadtam az elsőt a kettőből, és most irány tovább, ne felejtsünk utcába. Vagyok. Imádom, pont oda tették. Szia! A rácsot, ahol a gomnyomó gomb van. No, átadtam. Az. Ötödik címem a 13:35-kor. Ez legalább egy jó hír, már majdnem jó. Még egy cím kellett volna, még egy olyan 20 percen belül. Akkor azt mondom, hogy jó, tehát a két óra. Így se telt rossz, telhetne még jobban. A legnagyobb probléma ezzel az, hogy ide kijöttem a másik felére a városnak, itt már kevesebb a rendelés, vagy éppen nem rám esik, mert egy kiebb vagyok. Aztán majd meglátjuk, drukkolok magamnak. Nincs címem, most már áll. De általában nem vészes egyébként, mert 13:47-ben és 30-valánykor tettem le az előző. De várok még. Lehet mindjárt letelepszem a hunyadira vagy valahova, aztán ott fogok ácsorogni vagy ücsörögni. De majd készítek videót is szerelésről, mert már az is rég volt. Folytatni kell. Lehet a Klaus áltéren ülök le.
szép, vagy mi az nem szép, vagy mi az prauzáló. Melyik még? Hát ez nem rossz, de most nem akarok tudod. Úgyhogy lecsicsülök valahova. Ide. Így is unom magam. Akárhova ülök. Nem. Bár igazán nincs akkor hangzavar, mint az oktogon. Megnézem ezt. Itt se voltam, mióta elkészült. Mire? Téren tilos az alkoholengedélyekre, áros itt szóról lapozás, téren gyalog lehet közlekedni állítólag. Állatot kizáró porrázva lehet sétálni, térköves felületen fülre lépni szabad, de kérjük a növényzetbe ne okozzanak kárt. Teljesen igazuk van. Te meg kell verni a kamerát komolyan. Nyilván amikor leültem, akkor találja ki. 14:10-kor, hogy kaptam egy címet. Imádom. Tehát ha nem ülök le, hogy ezek, akkor nyilván nem kapok semmit. A cím pedig a étterem, az pedig a Food Choice. Szió! Nagy nehezen, de átjutottam. Meg is értem, ez a Food Choice. Ételt átvettem, azzal, és irány Bajcsi 3. Pip-pip! Ó, hogy az a... Nézzetek oda, bármit csinálnak, rögtön tele kell parkolni a többi helyet. Ahhoz, hogy itt tudjanak dolgozni, 6 autónak ki kellett ide jönni. Remélem, most végre sikerül színben megcsinálni, ha már egyszer már ugye megcsinálták, most szétszették, most megint megcsinálják. Remélem, most már lesz annyi eszük, hogy nem lesz egy ilyen patka a két oldalt a bringáknak, mert az nagy hülyeség volt. Mert egy felnőtt ember még csak-csak átmegy rajta, de egy fiatal gyerek még el is eshet. Főleg egy nagyon kicsi, bár igaz, hogy nem biciklizhet bringa úton. Nem, mint az emberek többségét érdekelni. Akinek gyerekük van, tessék, nézzetek jól előre. Annyi erőm lenne, hogy itt feküdjek egész nap és könyörögjek pénzért, akkor dolgozni is tudnék, én ezt így gondolom. Átadtam a 6-at is, most jövök a 7-ért, ez megyek, ez pedig a pesti pipi. El fogom vinni a Terészkörút 6-ba. Hello! Megvan az étel, és nem viszem messzire. Csak végig kell menni a királyon. Forgalmasabb, mint gondoltam ma. Azt nem mondod, jaj, de jó, hogy az utca végén nincs kitéve. Csókoló. De köszönjük szépen. Oda kéne kitenni egy táblát, hogy erre nem tudok menni. Nem, bringába se lehet, mert ott a kamion.
Hát... Az a másik, igen. Azt is. Csak gyalog. Vigyázz, galamb, rácsúzok! Király vagy! Ez feldob ilyenkor, még mindig. Ez a hang. Üdvözlet! Átadtam a 7. címemet. Másik nem jött. Na, ilyenkor szoktam feladni. És még csak 14:30. Múlt 8 perccel. Hát, megint mondom, leülök, eszek. Alig, hogy nyitnám ki a kis kajámat, nyilván az elmúlt negyedórás izével nem, de most enni akartam. És megjött egy cím, menjek el a Tandoriba, a Baross utcába, majd azt vagy ebbe a Rózsa 34-be, vagy nem tudom hová, de hozzam el a Rózsa 34-be. Elfogadtam nyilván, csak mondom, hogy mindig akkor, amikor leülök. Meglett az étel. És szerencsére a Dob utcai Rózsa utca, nem a másik. Mert a másik az nagyon kint lenne a szán. Oda nem akarok menni. Mondom, nehéz visszajönni. Tele van hívva a város, jön mellettem a csávó, balról kerüli az autót és veszélybe sodor minket. Nem normális biciklivel. Ez az. Átadtam, lejöttek érte. És most megyek, hol megyek? Most kaptam egyet, de nem tudom a nevét. Jaj, mi ez? Ja, Maharadzsa indiai étterem, itt vissza. Szia, kutyus! És megjöttem. Felvettem az ételt, és visszamegyek a Német utcába vele. Ez a 25. Ide jövök. Nem gondoltam, hogy itthon vagy. Na, átadtam, és több tudott beszélgettem. És jött egy következő címem. Ez pedig a kínai büfé a Brodyban. És azt el kell vinnem a Brodyba. Vagy mi sem baj, nem volt. Mindjárt lejjebb hűlt a levegő. Talán azért. Vagy mert kimelegettem. Vagy mert harcoltam a Yetivel. Na, itt nem arra mentek, ha akartok arra menni, hanem erre mentek. Értitek? Mert így kell. Nem szeretek a Brodyn jönni. Nem szeretek, nem. Őszintén ebből hányan használják itt napi szinten a kocsit? 20 ember per sor? Összesen. Többi csak megáll vele és így hagyja. Parkolóházak kellene, hogy ezek eltűnjenek az utcákról, de nagyon gyorsan. Helyette élhető legyen egy utca. Szia! Szép volt!
Hát, megvan, és baromi messzire viszem, ide jutszával azért. Jaj, de jó! Szép utca, szeretjük. Igen, igen. Szia! Fura volt. Na ez a 36. Nekem a 38 kell. 36? 38? Akkor a rúzsa kell, nem a sárga, nem a másik. Tadám! És megjöttem. Nem viszlek kell, de van lift. És működik is. Azt a kutya fele. Yeah! Átadtam. Jön a másik az a kérdés. De nem hiszem. Aztán még lehet, hogy mégis nem tudom. Megkiderül. Igen, jött egy pont a liftben, ez pedig az Albi Döner, és viszont a 16-22-be. És megjöttem. Hát gyerekek, lemaradtatok erről. Nem sikerült fölvenni. Jövök át itt a tompán, zebrán a piros. Nemhogy még oké, biciklivel megy át, de zebrán ellenkező irányba, úgyhogy nekem van zöld. És én nagyon nyugodtan így andalog át a biciklivel. Ha valaki te hülye picsa vagy. Nyilván nem tetszett neki a véleményem, de tudom le. Ezt a normálatlan. 10-tól 22-ben hiszem. Komolyan ma nagyon hétfő van. Nagyon sok hülye volt megint, de úgy látszik minden hétfőn nagyon a hétfő a nap. Értitek, mit akarok mondani? Remélem nem ad másik nagyon messzi szívet, mert nem akarok messzire elmenni a pártól. Élesztő hát, itt már egyszer voltam. Na. Itt kérik a flamót. Átadtam, és oda bent izé szól. One night and one more time. Thanks for the memories, driven out the woods. Ez. És 15:47 van. Ez volt az utcsó címe. A picit meg itt hagytam kint. Nem lett semmi baja. Na srácok, köszönöm, hogy itt voltatok, hogy néztetek. Most ez pont jól jött ez az útra. Jó kerestem. Ahhoz képest. És ennyi. Most megyek jobbra. Pár elé, aztán leheltél. Ruha volt, és minden szépen lazán lesz. De most még tipizek egy hosszú itt az ülőit. Ezt láthatjátok. Feltéve a zöld lesz, de úgysem az lesz, amikor kifordulok, rögtön piros lesz. Volt már elég gyorsítás. Hopp, itt pont van egy szerencsés pillanat. Mondtam, hogy piros lesz. Úgyis még egy sávot váltok. Fogjuk rá, hogy megállt. Még két sávot látok. Megjebb tuti. Hopp, megvan. Jó, de utálok itt menni. Még egy visszaút alagút is jön. Mert ezt nem lehet kihagyni. De nem hallottátok úgy se a hangot. De most lesz. Woohoo!